Bajnok esélyeshez méltóan kezdett a piros-fehér mezben játszó BFC. Már az első perctől kapujához szegezte ellenfelét, és sorban alakította ki a jobbnál jobb helyzeteket. A gyulafirátóti védelem negyed óra elteltével kapitulált. Egy jobboldali akciót követően Rót játszott középre, Szent Iványi lövését a vendégek kapusa még hárítani tudta, de érkezett Hen, aki egy csel után a hálóba talált. 1-0. Egy perc sem telt el a középkezdéstől, amikor újból csak Rót indult el a jobb oldalon. Kiugratta Szent Iványit, aki a kifutó kapus mellett megszerezte a BFC második találatát. 2-0. A folytatásban kisé alább hagyott a füredi lendület, a vendégek kijöttek a szorításból, de a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A második játékrészben már mindkét csapat csak a végső sípszóra várt, a BFC tovább támadott, de kihagyta helyzeteit, így maradt a 2-0-ás győzelem. A tabellán a 17 fordulót követően a Veszprém áll az élen 44 ponttal, míg a Balatonfüred egy ponttal lemaradva várja majd a márciusi rajtot.